Hát az idei nyár, ha lehet mondani, a tavalyinál is még gazdagabb volt futballgolfban és futgolf rendezvényekben. Számtalan céges csapatépítő rendezvények volt, ez egy kiváló betétprogramja. És ugye itt volt nálunk a Hungary Football Golf Open 2023, ami másfélszer annyi versenyző volt, mint tavaly. Tehát én azt gondolom, hogy a pálya kezdi kinőni magát. Bízunk benne, hogy jövőre mi rendezhetjük a 2024-es futballgolf világbajnokságot. Ez a távlati cél, bízunk benne, hogy sikerül. Hétköznapokon nyilván egyéni vendégeink szoktak lenni, vagy olyan csütörtök péntek környékén szoktak érkezni a céges megkeresések, és attól függ, hogy hány napot tartózkodik itt a cég nálunk, attól függ, hogy mikor rendezzük a futgolf kupájukat, vagy futgolf összetartásukat. Szabályismertetőt meg a próbarúgásokat követően szoktuk útjára engedni a flightokat. Nyilván ideig kísérjük őket, hogy minden szabály, meg minden olyan, ami kérdésként merülhet föl, az rendben legyen, de ilyen 3-4 szakasz után már elengedjük őket, és tudnak játszani önállóan. A futgolf után jön a megérdemelt pihenés, ez mind gasztro, mind pedig a testi kényelmet jelenti. Kiváló ételeket szoktak készíteni nekünk a szakácsok a Tisza vendéglőbe, és a vacsora után jön a mindenki által közkedvelt, Szappanos Benedek által vezetett borkóstoló itt a katedrálisban, de aki esetleg megfáradt testét vízben pihentetni, azt a Gabriella gyógy- és strandfürdő nagy szeretettel várja.